a Magyi Könyvtár Stefánia Fiók Könyvtár Klubjában filmkvízen vehettek részt az érdeklődők, amely egy induló filmklub, nevezetesen a Steffilm Klub első próba alkalma volt. Az eseménynek a Somogyi Könyvtár egyik könyvtárosa, Jugovics Ildikó megálmodója. Szeretnénk egy kulturális társaságot létrehozni itt a Stefánián fiataloknak, de tulajdonképpen bárki, akit érdekel, kapcsolódhat hozzánk. Edmond könyves találkozóihoz kapcsolódva arra gondoltam, hogy lehetne filmekkel kapcsolatban is hasonló jellegű találkozót összehozni. Ez lesz az első alkalom. Alexa találta ki az itteni könyvtáros a nevét, hogy Steffilm Klub, és miután a kvíz az nagyon szórakoztató, de arra gondoltam, hogy az első alkalmat egy kvízre fogjuk fölfűzni, és meglátjuk, hogy a társaságot mi érdekli, és majd arról fogunk a következőkben beszélgetni. Bognár Edmond olyan könyvismertető és olvasás népszerűsítő tartalmakat gyárt, amelyek az interneten lehetők fel különböző közösségi oldalakon. Ezek Edmond könyvkockója néven találhatók meg. Az ő közreműködésével bonyolítottak le a Stefánia Fiók könyvtár dolgozói már több könyvkvízt, amely alapján megindult a filmklub szervezése is. Sokan a korábbi könyves beszélgetéseken hallottak a Steffilm Klub induló programjáról. A kreatív név Kéri Alexandra ötlete volt. Sokat kellett gondolkodnunk rajta, de az a Stefánia az sok mindenre ad lehetőséget, a becézése a Steffilm Klub. Ez eléggé adta magát szerintem. Leültem a plakát elé, hogy akkor most kéne valami szöveg, és kipattant. Én tulajdonképpen jelenleg egyszerre vagyok könyvtárosként és magánemberként is itt jelen, mert szívügyem egyrészt itt a Stefánia Fiók Könyvtár Klubban a rendezvény, másrészt pedig egy nagyon jó rendezvénynek és jó hangulatú rendezvénynek tartom. Egyszerre számítok populáris filmekre, ismertebb adaptációkra, és klasszikus filmekre is. Két héttel ezelőtt volt ez a könyves beszélgetős rendezvény. Arra eljöttem, és ott hallottam, és felkeltette az érdeklődésem, úgyhogy eljöttem. Igazából mindenevő vagyok, de jobban szeretem az ilyen pszichológiai thrillereket, amiken így lehet kicsit izgulni, meg a rejtélyeket, a krimiket, és arra számítok, hogy valószínűleg ilyen ilyen klasszikus filmek lesznek, mint hogy a Keresztapa, vagy a Ponyvaregény, ilyesmikre számítok, meg persze amik könyvadaptációk, hogy Harry Potter, meg Éhezők viadala. Egyik legjobb barátnőm ennek a rendezvénynek a főszervezője, illetve ő lesz a kvízmester, és tőle tudok róla. Már nagyon régen beszélgetünk, nagyon-nagyon régi a barátságunk, nagyon sokat beszélgetünk filmekről együtt. Akciófilmtől kezdve fantazinál, gyerekfilmekig, minden nevők vagyunk, ő is, én is. Én könyvet kölcsönözni jöttem, illetve meglátogatni az itteni volt kollégákat, mert korábban itt dolgoztam én is a könyvtárban, és közben jöttem rá, hogy itt lesz egy rendezvény, és felkeltette az érdeklődésemet. Szeretek filmeket nézni, mint mindenki más, mondjuk mostanában elég kevés időm van rá, de abszolút van kedvenc műfajom. A fantasytól kezdve a horroron és a romantikuson át igazából mindent megnézek, ami felkelti az érdeklődésemet. Kimondottan kedvenc rendezőm talán a Guy Ritchie, illetve Tarantino, ami egészen sajátos műfaj, de ő az, akit így ki tudnék emelni. Minden más rendezővel meg úgy vagyok, hogy vagy tetszik a munkája, vagy nem. Jugovics Ildikó, az esemény szervezője, hangszergyulladás ellenére is levezényelte a kvízt, amelynek kérdéssorát ő állította össze. Nagyon régen nem volt a könyvtárban ilyen kör, ahol lehetett volna beszélgetni filmekről, esetleg különleges nézőpontokról. 95 és 2000 között filmklubot vezettem a könyvtárban. A tanítvezikazítók programja volt, egy fél évben egy bizonyos tematika alapján néztünk filmeket. Az első alkalom 95-ben, amikor 100 éves volt a mozi, az egy filmtörténeti sorozat volt, de utána a közönség az ott összejött társaság közkívánatára a CD-vel folytattuk, ami akkoriban még nem volt ennyire gazdag, mint most, de ahhoz ragaszkodtam, hogy Fritz Lang klasszikusával, a Metropolisszal kezdjük el ezt a vetítés sorozatot, utána rögtön az akkor meglévő három Star Wars-t néztük meg, aztán utána pedig a Star Wars paródiát, az űrbolygókat. Így az elején egy ismerkedős játék lenne, vagy nem tudom, szavazzátok meg, fölálltunk, vagy fejlesztetek a kezeteket, úgyis jó. Az lesz a kérdés, hogy szereted-e
feladatnak a valamit, amivel folytatom a kérdést. És akkor én nagyon örültem, amikor ez a csoport azt kérte, hogy a fantasztikus filmekkel, science fictionnel foglalkozzunk, mert nekem az egyik kedvenc zsánerem, műfajom. Úgyhogy ki az, aki szereti a Star Wars? Aki pedig végül a kvízen jól szerepelt, az választhatott magának egy filmes plakátot. Ide a Stefánia Fiók könyvtárba, ugye járnak folyóiratok is a könyvek mellett, és többek között a Vox mozi magazin is, aminek az az egyik nagy előnye, hogy ugye középen van egy nagy poszter, és mi azt kiszoktuk menteni az újságokból, és most ezt, tehát aki a kvízen jól szerepelt, az ezekből a poszterekből választhatott, de egyébként már felkerestük a belvárosi mozit is, és tőlük is kértünk mozis posztereket, illetve plakátokat, mozis plakátokat, úgyhogy majd ezeket is meg lehet nyerni a következő alkalommal, úgyhogy már csak ezért is érdemes lesz eljönni ezekre a délutánokra, meg hát a jó társaság miatt. Most, hogy már így a rendezvény után vagyunk, látszik, hogy a filmek azért bevonzák az embereket, mert tényleg nagyon sokan jöttek, és ennek nagyon örülünk. Ugye az a célunk, hogy itt a Stefánia Fiók könyvtárba kialakítsunk egy jó kis klub életet, mert hát tényleg ez egy olyan könyvtár, ami abszolút helyet tud adni a klub foglalkozásoknak. Ez is most egy újabb állomása volt ennek a törekvésünknek. Én most, mivel az Ildikónak, aki ennek a filmes kvíz délutánnak a megálmodója, hangszál gyulladása volt, ezért most próbáltam neki segíteni, amiben tudtam, de egyébként én magánszemélyként is nagyon élvezem ezeket az alkalmakat, úgyhogy örülök, hogy egyre népszerűbbek ezek az események. Ugye Stefánia Fiók könyvtárnak van Facebook oldala is, illetve Instagram oldala is, úgyhogy ott teljes gőzzel próbáljuk megosztani az eseményekről, próbálunk hírt adni. De most létrejött egy csoport is, egy zárt Facebook csoport is, amiben pedig kifejezetten azok az emberek fognak bekerülni, reményeink szerint, akik ezeken a klub eseményeken részt vesznek. Úgyhogy ezen vagyunk, hogy ez a csoport is duzzadjon minél többen, és egy interaktív csoporttá váljon, ahogy ezek az események is interaktívak itt a helyszínen, a Stefánia Fiók Könyvtár Klubban. Azért jött létre a csoport, és itt a helyszínen is próbáljuk megkérdezni a résztvevőket, hogy mi az, ami érdekli őket. Tehát olyanokról beszélgessünk, olyan témák merüljenek fel, amik őket is érdeklik és érintik. Tehát abszolút ezt interaktívan szeretnénk ezt az egészet csinálni. Edmond már lehet azt mondani, hogy a reklám arca lett a Stefánia Fiók Könyvtár Klubnak, mert tényleg több szállal kapcsolódik ehhez a könyvtárhoz, úgyhogy együttműködésben, de abszolút közösen agyalva, gondolkodva találjuk ki a dolgokat. És hát ezek most a kezdetek, de reméljük, hogy aztán majd önszerveződően magától jönnek a témák, és magától jönnek az emberek, úgyhogy ezt várjuk.